Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket, ez itt az ATV Start közéleti magazinja, és folytatjuk is a beszélgetéseink során. Már is mutatunk önöknek egy újabb felmérést, egy diagramot, ami az IDEA intézet legfrissebb felmérésének adatait mutatja. Ha emlékeznek rá, talán akkor májusban voltunk már itt egyszer a plazmánál, és beszélgettünk az akkori felmérés eredményéről, ami a párt preferencia kérdéskörét vizsgálta, akkor erőteljesen vezetett a kormánypárti elköteleződés, akkor ismerkedhetünk meg azzal a fogalommal egyébként, hogy a győzteshez húzás. Ma sincsen ez másképp, továbbra is magabiztosan vezet a preferencia sorrendjében a Fidesz, azonban némiképp árnyaltabbnak tűnik ez a kép, hogy ez minek köszönhető, és a felmérés egyébként milyen más eredményeket mutat. Arról fogok most az IDEA intézet elemzőjével, Böcskei Balázzsal beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mindjárt meg is mutatjuk ismételten itt ezt a diagramot, hogy arra kérlek, hogy egy picit akkor elemez nekünk az itt látottakat. Miben más ez a felmérés és annak mutatott eredménye a májusi felméréshez képest? Ha elhangzott, hogy régi új fogalmat vezettünk be, illetve hivatkoztunk a győzteses húzáshoz, akkor most szinte egy régi új fogalommal kell kezdenünk, ez pedig a peremszavazó kérdése. Miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy az előző említett méréshez képest a teljes népességben 6% ponttal a biztos szavazó pártválasztók, tehát utóbbiak azok, akik egy most vasárnapi választás alkalmával biztosan elmennének és tudják, hogy kire szavaznak, 3% ponttal csökkent a kormányzó pártnak a támogatottsága. Így beszéltünk most ugye 54%-ról, ami kétségkívül arra is egy kimagasló, kiugró sokasságról beszélünk. Az előző havi mérésekhez képest ugye a kutatás az a kata bejelentések idején, illetve az első rezsi csökkentésének idején történt, zajlott, és már látszik azt, hogy azok a szavazók, akiknek az elköteleződésük egyébként a mindenkori kormányzó párthoz jóval lazább, kevésbé elkötelezettek, várakozásaik, gazdasági várakozásaik, szubjektív gazdasági jólétük alapján szavaznak ott és akkor vasárnap, ezek a szavazók elkezdtek lecsatlakozni, eltávolodni a kormányzó párttal. Ezek az úgynevezett peremszavazók, attól peremszavazók a névből is következik, hogy nem a magszavazók, akik télen-nyáron bejelentéstől, intézkedéstől függetlenül nagyon erősen érzelmileg kötődnek az adott kormányzó párthoz, hanem sokkal az a, még egyszer mondom, leginkább materiális ösztönzők alapján szavaznak a mindenkori kormányzó pártra. És most ezek kezdtek eltávolodni. Nem csak mi látjuk ezt így, hanem mondjuk Szabó Andrea választásszociológus is hasonló feltételekkel, vagy hasonló jelenséggel számol, és nem véletlen, hogy ezek a szavazók aztán az bizonytalan szavazók körében jelennek meg, helyesebben választói preferenciával nem bíró, vagy nem tudja, ugyanis pont 6% ponttal emelkedett azok köre. Ezt is szerettem volna egy kicsit kérdezni, bár nem a bizonytalan szavazókra hivatkozva, hanem inkább a győzteshez húzókhoz, hogy a győzteshez húzók valójában a peremszavazók közül kerülnek ki, vagy ezt így nem tudjátok arányosítani, mert a kettő között mondjuk nincsen olyan mérési megoldás, ami ezt megmutatná nektek, esetleg lehet egy következtetés, hogy pontosan arról a mozgó tömegről van szó, akiknek ilyenkor a százalékos aránya azért egészen jól kimutatható. Abszolút lehet egyébként, hogy a győzteshez húzók körében azok vannak, akik korábbi, vagy éppen amikor a győzteshez húznak, akkor láttak peremszavazó. Mit is jelent a győzteshez húzás? Azért ez egy szociálpszichológiai, pszichológiai jelenség, amikor úgy emlékeznek, hogy odaszavaztak, vagy úgy szeretnének emlékezni, hogy odaszavaztak. Ezt nagyon nehéz kutatni, mi is ezt feltételeztük, hiszen a kormányzó párt jóval jobban szerepel a kutatásokban a választás követően, mint a választás napján, és ezért kell számolnunk ezzel a pszichológiai jelenség, vagy szociálpszichológiai jelenséghez. Mi is szeretnénk a győzteshez tartozni, mi is szoktunk úgy emlékezni, hogy a Bajnokok Ligája döntőben is annak szurkoltunk, aki aztán a végén megnyerte, vagy mi láttuk előre, hogy ő fogja nyerni. Na most ezek egy része valóban egy peremszavazó lehet, mert hiszen ezek ugye még egyszer laza elköteleződésűek. Megint egy Lendvai Ildikóhoz köthető gondolatra szeretnék rácsatlakozni, a megintet úgy értem, hogy ezt ma már Mesterházi Attila interjúban is megtettem. Ő tegnap szintén az Egyenes Beszédben azt mondta az ellenzékről és a parlamenti ülés kezdeményezéséről, hogy na végre most megérkezett az ellenzék, most mutatnak azért egy markáns együttes fellépést, és csak hogy tudom, hogy nem politikai elemző vagy, szóval olyan értelemben hoznám be ebbe a kérdéskörbe ezt a témát, hogy ti, mint elemzők, vagy egy kutatás során tudjátok-e például a felméréseiteket egy-egy ilyen sarokponthoz kötni? Tehát, hogyha most azt látjuk, hogy az ellenzék mondjuk úgy, hogy valóban egy stabil oldalt tud felmutatni ezzel a lépésével, akkor mondjuk egy következő felmérésben ez az aktualitás, ez már érzékelhető lenne? Nem fog. Vannak ilyen pontok, de nem ennek az ellenzék kapcsán. Hogy egy picit visszaemlékszünk az előző ábrákra, akkor olyan, mint hogy ellenzék, mint olyan nem létezik. Miről beszélek?
Van itt egy demokratikus koalíció, aki 10, a teljes népességben 10, és aztán a biztos szóban 14%. Van egy Mi Hazánk, ami ugye kívül van ezen az együttműködésen, hiszen egy radikális jobboldali párt, vagy legalábbis minden esetre nem baloldali liberális és ökopolitika, és van egy Momentum, amely szintén ugye parlamenti párt, és bír értelmezhető társadalmi támogatottsága. A kutyák már kívül vannak ezen a történeten, hiszen nincsenek a parlamentben, és az azt követő pártok, különösen a Jobbikot követően, ezek a pártok lényegében nem léteznek. De miért ellenzékről csak akkor beszélhetünk, hogyha egy markáns stabil pártot tudunk felmutatni a kormányzó párttal szemben? Ettől ők még ugyanúgy ellenzéki pártnak mondhatók. De jure értelemben mindenképpen, de hogy de facto beszéltünk-e ott ellenzékről, ahol nincsen annak a pártoknak társadalmi támogatottsága, az egy politikai vagy demokrácia elméleti sajátosság lenne. Úgy beszélni ellenzéki potenciáról cselekvésről, hogy azoknak az adott pártoknak nincsen társadalmi támogatottsága. De nyilván nem akarom megkerülni ezt a kérdést, vagy kizárólag. Az ellenzéktől nem várnak a választók egyelőre politikai cselekvés, mert van egy nulladik kérdés, hogy kit is tekintünk ellenzéknek. És attól, mert összeállnak ezek a szervezetek egy parlamenti vitanap kezdeményezésre, meg egy közös nyilatkozat kiadására, azok a szereplők, akik a mindenkori, most már illetve nem mindenkori, hanem az elmúlt 4 választás legnagyobb 2/3-ját hozzák össze tulajdonképpen ebben az ellenzéki konstrukció, az nem tudom, hogy önmagában azoknak a pártoknak, akik potens szereplők mondjuk a DK-ra vagy a Momentumra nézve, azok mennyire egyébként indokolt mondjuk társadalmi támogatottsággal nem bíró pártokat újra magukra venni ebben az egész politikai együttműködésben. Tehát ettől az ellenzéktől jó darabig a választóparak nem várnak eredményeket, nem várnak politikai cselekvést, nem is fogják követni a parlamenti vitanapot, nem is fog hozzájuk eljutni, hiába lesz benne a híradóba, és ez nagyon sokáig így is fog maradni. Hogyha akkor helyesen akarok fogalmazni a pártokat, az összes többi pártot és a Fidesz próbáljuk egymással szembe állítani, akkor hogy lehet az, és csak egy rövid percünk maradt itt a végére, hogy az emberek elnézőbbek tudnak lenni olyan esetekben, ami például most is megtörtént, hogy a miniszterelnök úrnak volt egy olyan kijelentése, ami azért mégiscsak kétértelmű volt, mint amikor mondjuk az ellenzéki pártok, tehát a másik oldalon álló pártok nyilvánulnak meg. Tehát, hogy miért tud engedékenyebb lenni egy választó akkor, hogyha ezt a kormányzó párt mondja, mint akkor, hogyha a másik oldalról hallani. Egy olyan téma volt, ami rendkívül fontos, és a ön is fogalmazott kétértelmű, de ugye túlmenően nagyon erős politikai normatív vitákat fejtett ki. Ezek a viták azonban nem foglalkoztatják ezen a ponton az állampolgárt. Megélhetési kérdések vannak, rezsikérdés van, energiakérdés van, inflációs kérdés van. Ott ezek a fajelmélet és a nyelviségről folyó viták, amik nyilván politikai viták, nem tudnak eljutni a mindennapok horizontjára. Egyszerűen nem érzékelik, nem ezt tartják azt, ami miatt a politikai sorsfordulók be fognak következni. Böcskei Balázsnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma reggel és beszélgettünk. Most pedig következzen Somos Andris, jön az online napszemle.